Sziasztok srácok, itt is lennék ma egy focis kvízzel, azon belül pedig egy nagy mez teszttel. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány mezt fogok eltalálni. Szerintem vágjunk is bele, és nézzük, hogy első alkalommal milyen mez dob be a gép. Start, azt mondja, hogy melyik klub meze ez. Hú. Hát nem tudom, várjatok. Szerintem, várjátok, Hoffenheim lehet, Marseille lehet, hát, Lazio biztos, hogy nem, vagy a Marseille, vagy a Hoffenheim, de a Hoffenheimnek nem ilyen a meze, úgyhogy azt mondom, hogy Marseille, de az a lehet, hogy Newcastle, ez nem baj, Marseille, igen, Newcastle meze volt. Hát sajnos ez nem jött össze, egyébként igen, mert annak a Puma szponzora, na mindegy, nézzük akkor a következőt. Melyik klub meze ez? GD Sports. Hát, ez szerintem 100%-osan a Bournemouth. És úgy is van. Na, egy Genoa mezről van szó. Cayenne, Genoa, Reims vagy Carpi. Itt ennél könnyebbeket amúgy nem is dobhatott volna, tehát hogyha valami nehezebbet dob, akkor... Na jó, mindegy, hagyjuk, Cayenne. A Genoa az biztos nem. Azt kizárnám. Szerintem legyen a Carpi. De lehet, hogy nem. És eltaláltuk, ennyi. Na, itt lesz egy Jakó, kék mez. Húha. Legyen a Darmstadt. Úgy is van, Darmstadt meze. Uha, Lotto, kék-fehér, még van benne egy piros is. Hát ez biztos, hogy legalábbis szerintem ez egy olasz csapat, úgyhogy vagy az Empoli, vagy a Frosinone, de szerintem az Empolié lesz. Nem, Deportivo La Coruña. Ha! Nem jött össze. Jomom ez. Ezt még láttam valahol, csak így nem jut eszembe rögtön. Húha! És van ilyen kis, nem is tudom, ilyen bordó csík benne. Hát nem tudom. Legyen a Hion. Nem. Espanyol. Úram Isten! Na, egy francia mezgyártó cégről van szó. Gengamp, Lorient, Gazelec, Ajaccio és a Saint-Étienne. Hát Istenem! Esküszöm, gondoltam, valami könnyebb, vagy ilyen régi mezeket fognak mutatni. Vagy a Lorient, vagy a Gengamp. De legyen a Lorient. Nem. Számít egy ilyen... Taps. Hihetetlen. Harmadik számú. Na mindegy. Ez egy ilyen, nem is tudom milyen színű. Everton, Watford, Norwich, vagy a West Brom. De szerintem az Everton meze lesz. Úgy is van. Evertonnak a... Az Umbro a... Na nézzük, akkor a következő mez, szintén egy piros és egy Jakó mez. Frankfurt, Köln, Mainz vagy Hannover. Az a baj, hogy lehet az Eintracht Frankfurt is, lehet a Köln is, lehet a Mainz is, Hannover az nem hiszem. Szerintem a Mainz-i. Nem. Hannoveré, hazai mez. Hannovernek mióta van piros meze? Én úgy tudtam, hogy zöld. Na mindegy, hagyjuk ezt. Ez egy kis ilyen rózsaszín. Hát ha ismerném azt a csávót, akkor ebből megmondanám. Hetafének lenne rózsaszín kapus meze? Vagy a Las Palmasnak? Nem. Las Palmasnak volt. Na mindegy. Egy sárga-kék mez. Ilyen kicsit ilyen fehér beütéssel. Hát ez a kihívó lesz. Nem. Hoffenheim lesz. Nice. Melyik klub meze ez? Hát természetesen a izét kellett mutatni, a csapat, illetve a szponzort. Bologna lenne? Vagy a Rend lenne? Fú, na várjatok. Ez lehet a Bologna lesz. Bologna? Nem a Bologna, a Köln. Ó, hogy a... Na mindegy. Jó a mez, zöld.
Real Betis. Nem a Real Betis, a Palermo. Hát én befosok ezen. Melyik klub ez? Hát ennél jobbat megint nem tudott volna mutatni. Nice, Rayo Vallecano. Hát legyen Rayo Vallecano. De nem, már Nice. Rohadt jó. Honnan váltak, azt emlékszem erre. Eibar meze lesz. Vagy nem, a húha! Ez a tavalyi FIFA-ban benne volt. Eibar vagy Rayo Vallecano. Ez a kettő közül valamelyik. És szerintem ez lesz az. Úgy is van. Erre még emlékszem. Na. Hummel. Piros, fehéres mez. Torino nem. Torino az biztos, hogy nem, mert nekünk az egyik mezük az fehér, a másik meg bordó. Hát vagy a Mainz, szerintem a Mainz lesz, de nem, Reims lesz. Úgy is van, ott a helyes válasz, hát ennél egyszerűbb, mint ez a mez. Hát úramisten, a Stoke City nem, Liverpool nem, szerintem a Sevilla lesz. Sevilla. Igen, ott is van a Sevilla, a helyes válasz. Következő mez az egy ilyen sötétzöld, New Balance-os cucc. Stoke City nem. Hát Istenem. Stoke City biztos, hogy nem. Hát az a baj, Sassuolo lesz szerintem, mert nekük van ilyen zöld. Nem, Stoke City, hagyjál békén. Azt a mindenit, melyik klub meze ez? Na lássuk, Villarreal. Hát, Villarreal, nem tudom. Szerintem, Toulouse sem. Hetafe. Villarreal meze. Hát én beszarok komolyan. Na ez biztos, hogy a... Húha, kettő is lehet. Nant, vagy a Norwich is lehet. Szerintem a Nanté. Úgy is van. Nant, zöld. Kék. Na, 40%, hát ez egy eléggé jó helyezés ahhoz képest, hogy az első 50, illetve 100%-ban alig vannak emberek. Na jó, srácok, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Nem hiszem, hogy túl hosszú lett, de ha szeretnétek még hasonló videót a csatornán, akkor nyomjatok egy lájkot. És hát legközelebb találkozunk, szerintem még ma este, hogyha ez a videó ma fog kikerülni. Ma este egy élőadásban, amikor a FIFA 18-at élőadásban is kipróbálom veletek együtt, és fogunk egy picit beszélgetni. Na de, ez a videó ennyi is lett volna, köszi, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor nyomjátok meg a lájkot, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor tegyétek meg azt is. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!